Június 9-én debütál a hazai mozikban az új magyar kémfilm, A játszma, ami nagy sikerű a vizsga folytatása. Kulka János, Nagy Zsolt, Hámori Gabriella és Cserer Péter visszatérése mellett új főszereplőként Staub Viktória csatlakozott a csapathoz, a hír bejelentését pedig egy Kulka Jánosra fókuszáló verkvideóval kísérik az alkotók. Köbli Norbert, a Vizsga és a játszma forgatókönyvírója kiemelte, gyakorlatilag Kulka Jánosnak írta ezt a filmet, sztrókját is beleírta a történetbe. Az alkotók kiemelik, Kulka János a forgatáson hatalmas akaraterővel, rendkívüli önfegyelemmel, óriási erőbedobással dolgozott. Minden feladatot maga oldott meg, kaszkadőr dublőrt semmihez nem vett igénybe, úszott éjszaka a pilismaróti víztározó jég hideg vízében, de futott lélekszakadva a fehérvár csurgói erdő vaksötétjében is. Nagyon örültem a felkérésnek, és nagyon szívesen vállaltam a feladatot. Nagy feladat volt, igazi főszerep és igazi erőpróba. Egy kémet játszom, akiről sosem tudni, jót akar-e, vagy rosszat. A figura és köztem van némi hasonlóság. De legyen ez inkább meglepetés. Mondta a játszmáról Kulka János. A játszma története 1963-ban játszódik, Budapesten. Az állambiztonság tisztje, Jung András, élete tökéletes, boldogan él feleségével, Évával és az egyetlen dolog, ami előléptetését hátráltatja, egy versengő kolléga, Kulcsár. Amikor felbukkan a múltból egy lezáratlan ügy kapcsán a legendás kém, Markó Pál, kezdetét veszi egy könnyű RTL-en párharc. A játszma történetében nem lehet tudni, hogy Markó pontosan milyen állapotban van, mennyi maradt vissza a betegségéből, mire emlékszik, mire nem, hogyan érzékeli, értékeli a külvilág változásait. Nem ismerjük a motivációt, a céljait, egy titokzatos férfi, maga a sötét, fekete lyuk. Amikor egy színész olyan szerepet játszik, amit magánemberként a saját bőrén már megtapasztalt, az olyan mély tudással, bölcsességgel, egyfajta derűvel tölti fel a filmbeli jelenlétét, ami máshonnan nem eredeztethető. Ez egy kegyelmi állapot, ami óriási pluszt ad az alakításához, én ezt a csodát látom, érzem Kulka játékában. Összegezte Fazakas Péter rendező. A film producere Lajos Tamás, a forgatókönyvet Köbli Norbert írta. A játszma operatőre Nagy András, vágója Kovács Zoltán, zeneszerzője Asher Goldsmith, látványtervezője Vinnai Petra, jelmeztervezője Kemenesi Tünde. A játszma 2022. június 9-én kerül a magyar mozikba az Intercom forgalmazásában.